Nincs beszélő viszonyban Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti képviselője, a párt elnökével, Vona Gáborral. A politikus tagadta, hogy nézetei miatt túlságosan radikális lenne a Jobbik számára. Morvai Krisztina azt sem tudja, hogy mit kell érteni a Jobbik néppártosodási politikáján. 2018-ban kormányváltásra kerül sor Magyarországon. A zsebében érzi a 2018-as országgyűlési választást a Jobbik ifjúsági tagozata, és erről a párt elnökének sincsenek kétségei. Én tudom azt, hogy ha most lenne 1956, vagy most lenne 1848, akkor ti is ott lennétek és helytállnátok. És lehet, hogy erre szükség is lesz. Egykori jobbikos képviselők és szimpatizánsok azonban épp azt vetették a pártelnök szemére, hogy a néppártosodással a Jobbik elvesztette azt a forradalmi hevületet, ami korábban jellemezte. A Magyar Gárda például a Gárda mellényt is visszakérte Vona Gábortól. Volt néhány olyan dolog a múltban, amelyben mi is hibáztunk, vagy akár nem kellő mértékben reagáltunk olyan dolgokra, aminek nem szabadott volna előfordulni egy pártban. A szimpatizánsok tetszését azt sem nyerte el, hogy Vona Gábor engedélyezné a mecsetek építését. Mit gondolsz a magyarországi mecsetépítésekről? Úgy gondolom, hogy ezt nem nekem kell megválaszolni. Mecsetépítés, hát az egy érdekes kérdés. Ha van rá igény, akkor meg kell vitatni. Ennyi a véleményem róla. Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti képviselője az Eko Televízió napi aktuális című műsorában azt mondta, nem tud Vona Gábor kijelentéseiért felelősséget vállalni. Remélem, hogy Magyarország nem fog úgy kinézni 5 év múlva vagy 10 év múlva, mint mondjuk Németország, hogy szinte már a falvakban is gombamódjára nőnek ki a mecsetek. Morvai Krisztina hosszú ideje nem beszél Vona Gáborral. Nem valamiért, gondolom, Gábor így döntött. Pedig egykor még együtt járta az országot a két politikus. Lehet, hogy ön túlságosan radikális a Jobbiknak már? Nem tudom. Hát radikális, én nem változtam semmit. Morvai Krisztina azt sem tudja, hogy pontosan mit kell érteni a Jobbik néppártosodási politikáján.